támogatástól, elesett volna a rendelkezésre álló támogatástól, az álláskereső támogatástól, és ezzel párhuzamosan elesett volna a különböző önkormányzati juttatásoktól. A dupla családi pótléktól, az ingyenes étkezéstől a gyereknek, az ingyenes tankönyvtől. És ha ezeket a pénzeket összeadjuk, ez már tényleg olyan sok, hogy nem éri meg elmenni dolgozni. Tehát éppen ideje van itt egy olyan törvénynek, ami a munkát keresőket egyenlő helyzetbe hozza. Mert aki kihasználta ezeket a szociális lehetőségeket, és alkalmi munkásként, vagy fekete munkásként elment dolgozni, az egy különleges anyagi helyzetbe került. És ez a raffinéria, ez oda vezetett, hogy nem voltak hajlandók állandó munkát vállalni. Éppen ideje, hogy ez a rendszer megszűnik. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm, képviselő asszony. 2 perces felszállása következik. Gúr Nándor képviselő úr, öné a szó. Köszönöm szépen, Mágeri Józsefné képviselő asszony. Felszólását érintően kettő egyszerű mondatot szeretnénk megfogalmazni. Ugye az, hogy legyen megfelelő munkaerő, annak van előiskolája nyilván, hogy a szakképzés rendszerében, amiről Sós Tamás képviselőtársam szólt, abban a munkaerőpiac igényeihez hozzáillesztette megfelelő nagyságrendben kerüljenek ki fiatalok a munkaerőpiacra. A másik oldala a dolognak, hogy a munkaadó meg megfelelő, ha már ezt a szót használjuk, bért kínáljon. Mert hát ez egy másik motivációs elem, hogy a hajlandóságot, a fogékonyságot meg lehessen teremteni a munkavállalóban annak érdekében, hogy dolgozzon, hogy munkát vállaljon, hogy megfelelő bérhez juthasson hozzá. És ugye volt még azért az elmúlt évtizedekben, nem adott években, évtizedekben olyan is, ahol én azt tapasztaltam, hogy akkor is, amikor a munkavállalók munkavállalási szándékkal bírók, vagy éppen nem bírók, megkeresték a munkáltatókat, akkor a munkáltatók könnyebben adtak ki olyan fajta igazolásokat, amelyek arról szóltak, hogy nekik igazából nincs szükségük arra annak a munkatevékenységének az elvégzésére, és ezekkel az igazolásokkal mentek ezek az emberek a hivatalokba, mert hogy vinniük kellett arról szóló papíros brossúrát, hogy bizony ők a munkáltatókat meglátogatták, a munkáltatóknál a munkavállalási hajlandóságukról számot adtak, de hát és sajnos az élet fonák helyzete az, hogy vagy nincs szükség rá, vagy már betöltött munkahelyek sokaságával találták magukat szembe. De szóval azt akarom mondani, nem olyan egyszerű ez a képlet, nem fekete és fehér, nem fehér és fekete, hanem megfelelő munkabér kínálata mellett is lehet ösztönözni a munkavállalási hajlandóságot megítélésem szerint. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm, képviselő úr, tisztelt országgyűlés! Több 2 perces felszólaló nem lévén, most az írásban erőre bejelentkezett képviselőknek adom meg a szót, 15 perces időkeretben. Elsőként megadom a szót Róna Székiné Keresztes Mónika képviselőasszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim! Egészséges személyiség az, aki tud szeretni és szeret dolgozni, mondta Freud. Az emberi élet lényegi eleme a munkavégzés. Bonyolult társadalmi összefüggések eredménye, hogy egy adott korban milyen tartalommal és milyen arányban szerepel a szeretni tudás és a dolgozni akarás képessége az egyén életében, és milyen hatással van társadalmi közössége számára, rövid és hosszú távon egyaránt. Ebben a házban, a mai Magyarországon a törvényhozás eszközével kell vállalnunk a küzdelmet, a minket körülvevő gazdasági válság jelenségeivel szemben, de egy percre sem szabad felednünk, hogy sikere nagy mértékben függ emberi kapcsolataink minőségétől, a nemzetet alkotó legkisebb közösségeink, a házasság és a család társadalomban betöltött szerepétől. A jelen válságállapot, melyben élünk, a nagymértékű államadóssággal szemben felvett harc kényszere, mind hosszú évek önzésének, a társadalmi javak igazságtalan elosztásának, vagy épp elidegenítésének eredménye.
Ennek következtében sérült az emberek saját jövőjükbe vetett hite, a tervezés képessége, és ez határozza meg a munkához való viszonyunkat is. Hiszen ha az ország javait egy szűk elit sajátítja ki, pazarló módon gazdálkodik vele, természetes következményképp hajtja saját népét a pusztító álomadóságba. Így elvész a munka értékteremtő szerepe, hiányozni fog belőle az egyén és a társadalom boldogulását szolgáló egyensúly. A bizonytalan helyzetet még súlyosbítja, ha az emberek szemében elvész az állami felelősségvállalás iránti bizalom. Erre erősítenek rá a bankok, pénzintézetek, csodát ígérve, a gyors megoldást kínáló hiteleikkel nem csak az ország gazdaságát, de az egyes embert is adósságcsapdába csalva. Előző kormányunknak többek között ezzel is sikerült leszálló pályára állítani a magyar középosztályt, mely erős létével húzó ereje, munkahelyteremtője lehetne a szociálisan rászoruló réteg számára is. Így kényelmesebbnek tűnt a régóta alkalmazott módszer egyszerűbb segélyezési rendszerben tartani a munka világából kikerült emberek tömegét, ellenérdekeltté téve őket abban, hogy rendszeres munkával teremtsék meg megélhetésük alapjait. Önpusztító zsákutca volt ez, tudjuk jól. Ezért a fejlődésében megakadt Magyarországon már az is nehezen talál munkát, aki tisztességesen dolgozni szeretne. Ezért vár megújulásra, átszervezésre az egész magyar társadalom, hogy visszaszerezze és visszaadja az embereknek a munka becsületének igényét, és lehetőséget teremtsen arra, hogy minden aktív, cselekvőképes állampolgár természetes módon tudjon és akarjon dolgozni. Nyomasztó adóterheink banki közreműködés bevonásával, bravúrosan levezényelt csökkentése, Orbán Viktor kormányának európai szinten példaértékű cselekedete volt. Magyarország igazi talpraállását viszont a belső gazdaság építése, a GDP-t egyenletesen növelő termelés biztosítja majd. Ennek teremt lehetőséget az új Széchenyi terv, az adóalap és járulék csökkentéssel ösztönzött munka, a gyermekáldás vállalása és a vállalkozások. A munkához tőke kell, a tőkéhez munka kell, mondta 13. Leó pápa az Új dolgok, Rerum Novarum című a munkáról szóló enciklikájában. E szemléletmód kialakításához járul hozzá az előttünk fekvő T/3500-as számú törvényjavaslat. Célja új közfoglalkoztatási intézményrendszer felépítése, mely megteremti a lehetőséget a munkaerőpiacról kiszorult, de dolgozni képes, aktív korú emberek foglalkoztatásához. A Nézőpont Intézet legfrissebb felmérései alapján 10-ből 8-an helyeslik, ha az állam a tartósan munkanélkülieket állami beruházásokon keresztül közmunkára kötelezi. A kérdésben nincs szignifikáns különbség korcsoportok, település típus és párt szimpátia szerint. Meglepő azonban, ha a gazdasági aktivitás szerint vizsgáljuk a válaszadók véleményét. Ugyanaz aktív keresők és a rokkant nyugdíjasok 83-84%-a támogatja a közmunkaprogramokat, a segély helyett munkát, kormányzati irányt a munkanélküliek 78%-a is jogosnak véli. A törvényjavaslat részét képező szociális törvény módosítása tartalmazza az ellátottak finanszírozása, a szolgáltatások igénybevétele szempontjából fontos, országos szintű, egységes rendszerben nyomon követhető regisztrációs rendszert. Ez a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal feladata lesz, a nyilvántartás alapjául a társadalombiztosítási azonosító jel szolgál majd. Szintén ezen intézmény dönt a kapacitás szabályozás bevezetéséről is 2012. január 1-jét követően új szolgáltatók, intézmények létesítése, már működő intézmények férőhelyeinek bővítése esetén a normatív állami támogatásra váró jogosultságnak többlet feltétele lesz
az új szolgáltatók, intézmények, valamint az új férőhelyek és ellátottak befogadása. A befogadói eljárás arról kivételt képeznek a pályázati úton finanszírozott szociális szolgáltatások. Az intézkedést indokolja, hogy érvényesülhessen az arányos területi elosztás, illetve a szolgáltatás szervezés biztosítása a ténylegesen felmerülő ellátási szükségletekre tudjon reagálni. A törvényjavaslat megteremti annak jogszabályi lehetőségét, hogyha az ellátott vagy más személy, főleg hozzátartozó, anyagi körülményei megengedik, akkor önként vállalhassa a részére megállapított személyi térítési díjnál magasabb összeg megfizetését abban az esetben is, ha a megfizetni kívánt összeg nem éri el a teljes intézményi térítési díjat. Ilyen esetben azonban a jövedelemvizsgálat aluli felmentés visszaélésekre adhat okot, ezért a jövedelemvizsgálatot el kell végezni. 2009-től a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások, 2010-től a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása 3 éves szerződés keretében valósult meg. 2012. január 1-től e 3 alapszolgáltatás mellett az utcai szociális munka finanszírozására is pályázati úton fog sor kerülni. A módosítás 2011. július 1-i hatályba lépése biztosítja a fenntartók számára megfelelő felkészülési időt, és megteremti a jogalapot a pályáztatás 2011. második félévében történő lebonyolításához. Ezzel egyidejűleg, de 2012. január 1-i hatályba lépéssel kikerül a kötelező önkormányzati feladatok közül az utcai szociális munkabiztosítása. A mai általános vitára bocsájtott törvényjavaslat része a gyermekvédelmi törvény módosítása is. Az előterjesztés az eddig kísérleti programként működő, a hozzátartozók közötti erőszak miatt krízis helyzetbe került, bántalmazott családokat segítő krízisközpontok férőhelyeit beemeli a GVT családok átmeneti otthonára vonatkozó rendelkezései közé, és bevonja a pályázati úton finanszírozott ellátások körébe. A krízisközpontok legfőbb feladata az előző évekhez hasonlóan az azonnali segítségnyújtás a háztartásokon, párkapcsolaton belüli erőszak áldozatai számára. Komplex ellátásban részesítették a bántalmazottakat, amely magába foglalta az alapvető szükségletek kielégítésén túl a krízishelyzet megoldása érdekében szükséges szakemberek bevonását is. Alapvető jelentőséggel bírt az áldozatok érdekeinek védelme és képviselete, a központok számos esetben együttműködtek a krízis szituáció kezelése érdekében, az abban jártas szervezetekkel, egészségügyi szolgáltatókkal, kórházakkal, áldozatsegítő szolgálattal vagy a gyámhivatallal. 2010-ben összesen 1480 főt fogadtak a regionális krízisközpontok, mely 765 esetet jelentett. A bántalmazottak nagy része gyermek, illetve több gyermekes édesanya volt. Az egyedülálló nők száma 59, ez 4%, míg a gyermekes anyáké 425, ez 28% volt, melyekre 968, 65% gyermek jutott. Figyelemre méltó, hogy a felvett személyek között mindössze 3 férfi akadt, mindannyian egyedülállók voltak, gyermek nélkül. 17 esetben ugyanakkor a teljes család vált a bántalmazás áldozatává. E nehéz és szomorú társadalmi jelenséggel szembenézve minden erővel segíteni kell az emberi kapcsolatok harmonikus működését, ezért is sürgető a társadalmi rend és működőképesség mihamarabbi előmozdítása. Ha nagy a baj, a krízisellátás zavartalan működésének biztosítása érdekében feltétlenül szükséges a tevékenység jogszabályban történő szabályozása. Mivel a hozzátartozók közötti erőszak áldozatai speciális célcsoportot képeznek, külön ellátást igényelnek, krízis specifikus szolgáltatás igénybevételére szorulnak. A kialakult krízishelyzet a hagyományos támogatórendszerek együttműködésével sem kezelhető azonnal, helyi szinten.
A krízishelyzet megszüntetését komplex, maximum 8 hetes, szükség szerinti teljes körű ellátást biztosíthatja, amely az alapvető fiziológiai szükségletek ellátásának garantálásán túl szakemberek bevonását is lehetővé teszi. A félutas kiléptető rendszer legfeljebb 5 év időtartamra lakhatást biztosít a bántalmazott számára, aki ez időtartam alatt az életvezetéséhez szükség szerinti segítséget vehet majd igénybe. A bántalmazottak 3 követelmény együttes fennállása esetén vehetik igénybe a szolgáltatást: bejelentett munkahely, részvétel az előtakarékossági programban, és részvétel a társadalmi beilleszkedést segítő programban. A félutas házak léte azért kiemelkedően fontos, mert a rövid távra nyújtott krízisellátás mellett hosszú távú megoldást nyújt a bántalmazottaknak, és segítséget ahhoz, hogy reintegrálódás után ne kerüljenek vissza újra a krízisellátásba. A finanszírozás részletszabályai végrehajtási, rendeleti szinten kerülnek majd meghatározásra. A gyermekjóléti alapellátások közül a családi napközi, a házi gyermekfelügyelet, az alternatív napközbeni ellátás, a helyettes szülő, valamint a gyermekek átmeneti otthona esetében a módszertani feladatok ellátása a gyakorlatban eddig nem működött megfelelően. Egyes alapellátások esetében más típusú alapellátást nyújtó szolgáltatók látták el a módszertani feladatokat, más esetben pedig nem is volt módszertani feladatok ellátására kijelölt szolgáltató. Az említett szolgáltatásoknál kellő szakmai tapasztalat hiányában a regionális hatáskörű módszertani intézmények kijelöléséhez még nem állnak fenn biztonsággal a feltételek, ugyanakkor egyértelmű, hogy szükséges a szolgáltatások specifikus módszertani támogatása. Az egységes módszertani szemlélet és a magas szakmai színvonalú feladatellátás biztosítása érdekében a törvényjavaslat a felsorolt alapellátások vonatkozásában a módszertani intézmények regionális, illetve országos szinten pályázati úton való kijelölésének eddigi rendszerét megváltoztatja azzal, hogy maradnak a jelenlegi struktúrában egyes ellátási formák, másrészt kiegészül a jogszabály egy új bekezdéssel. Továbbra is regionális hatáskörű marad a bölcsöde, gyermekotthon, valamint országos hatáskörű a családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózatok, területi gyermekvédelmi szakszolgálatok módszertani feladatellátása. Kiegészül a jogszabály azzal, hogy azon gyermekjóléti alapellátások tekintetében, ahol jelenleg nem működik módszertani intézmény, a családi napközi, házi gyermekfelügyelet, alternatív napközbeni ellátás, helyettes szülő, valamint a gyermekek átmeneti otthona, a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetet jelöli ki országos hatáskörrel a módszertani feladatok ellátására. Az intézmény az egyes módszertani feladatokat az adott szolgáltatók, intézmények dolgozói közül kiválasztott szakértők bevonásával fogja biztosítani és ellátni. A központi nyilvántartási rendszerben a bejelentési kötelezettség részletes szabályai végrehajtási rendeleti szinten kerülnek majd módosításra. Óriási feladatra vállalkozott a mostani kormány. A módosításra került szociális, illetve gyermekvédelmi törvény átgondolt, szakmailag megalapozott hátteret kíván biztosítani az ellátásra valóban rászoruló embertársaink és családjaik számára, lehetőséget és segítséget adva a remélt önálló és boldogabb életvitelhez. Kulcsfontosságú, hogy Magyarország újraszervezésében minden egyes ember részt vegyen, az állam és a törvényhozás feladata, hogy megteremtse annak lehetőségét, hogy mindenki saját kiindulási helyzetéből pozitív irányba, saját és szerettei jóléte érdekében akarjon és tudjon is cselekedni. Befejezésül kérem, engedjenek meg egy személyes szálat mondandómban. Az imént említett örökség különös kegyelem folytán megadatott nekem. Édesapám történelemtanárként, pedagógusként végig küzdött, dolgozott, tiszta, becsületes élet igényét hagyta örökül családja számára. Apára, fiúra szállt az a gondolkodásmód, amely felelősséget
a szülők saját példájukon adnak át. Egy hete temettük el őt súlyos közlekedési baleset vétlen áldozataként. Egy írásában megfogalmazott gondolatával, az iránta való szeretetből és tiszteletből itt az országházában is szeretnék emléket állítani neki, mint legidősebb lánya. A mai napon, június 22-én lenne 76 éves. Az elvágott gyökerű fának hiába gondozzuk, hiába becsüljük leveleit. Képviselő asszony, most már nagyon tovább ment az időkeretem, mindent figyelembe vettem, és őszinte, tiszta szívvel hallgattuk. Akkor majd a két perc. Lejárt az idő. Nem tudok tovább időt adni. Tisztelt Országgyűlés! Felszólása következik. Sós Tamás képviselő úr, MSZP képviselőcsoport, önné a szó. Elnök úr, államtitkár úr, tisztelt ház! Én azt gondolom, hogy ennek az előterjesztésnek számos kritikája megfogalmazódott. Kiderült, hogy számos sebből vérzik az előterjesztés. Gondot jelent, hogy ugye alapvetően forráshiányos, látszik, hogy túldimenzionált az elképzelés, ennek nincsenek meg a feltételei. Az is látszik, hogy itt 4 órába kívánunk több embert biztosítani, és az is látszik, hogy ennek az adminisztrációja sokkal többe kerül, mint a korábbiak. Sorolhatnám, hisz ezek összefoglaló gondolatok az elmúlt 5 órának a vitája alapján. Amit én ki szeretnék emelni, a miniszter úr bevezetőjében elhangzott a képzés, de meg kell mondanom, hogy én ezt nem igazán találom. Ráadásul a probléma ebben ott van, hogy korábban, az előző formában, a szocialista kormány időszakában itt bevezetésre került számos oktatási elem, ezek most kikerültek, és komoly gondot, komoly problémát jelent. Ugye beszélünk a munkáról, ami ma manapság nagy kincs. Ennek komoly gondjai, problémái vannak, erről ma itt sok szó esett. De ugye számottevő befektetés, lehetőség és egy perspektívikus gondolkodás jelent, ha az oktatással foglalkozunk, és itt nem foglalkozunk ezzel. Korábban szerepelt mondjuk 35 éven aluliak esetében az oktatás kérdése, mint feltétel. Ráadásul azok az emberek, akik nem rendelkeztek általános iskolai végzettséggel, a program keretében ezt elsajátíthatták. Én nem tudom, hogy ez miért nem fontos. Vagy ugye uniós program keretében korábban lehetőség nyílt arra, hogy szakmát szerezzenek azok, akik általános iskolai végzettséggel rendelkeznek. Én azt gondolom, hogy ez ugyanolyan fontos kérdés, mint ami itt az elmúlt 5 órában elhangzott, és ezzel a kérdéssel komolyan nem foglalkoztunk. Hogyha most ki szeretném emelni a legfontosabbakat, valójában ugye a konvergencia programnak akarnak megfelelni, 4 órás időtartam, gyakorlatilag a munkanélküli ellátás szigorítása, a szociális ellátások szűkítése, a rokkantsági nyugdíjjogosultság szigorú felülvizsgálata, és őket is be a közfoglalkoztatásba. Itt rövid távú célok vannak, az lenne a tisztességes, ezt megfogalmaznák, és valójában hiányzik az a koncepció, ami egy távlatos gondolkodást jelent. A távlatos gondolkodás ebben az országban azt jelenteni, amivel alapkérdésekben egyetértünk, csak éppen a gyakorlatban itt ez nem fogalmazódik meg, és nem ebben a szellemben születnek meg az intézkedések. Mit is jelent ez a távlatos gondolkodás? Ugye már a szakképzésben elkezdtünk beszélni arról, hogy duális foglalkoztatást, duális szakképzést kívánunk megvalósítani, bár az is gyerekcipőben van, nagyon sok tennivaló van. Amit én itt szeretnék felvetni, az a duális foglalkoztatás politika. Amit már a 2 percesben is elmondtam, hogy valójában a piaci szférában nem tudjuk a lakosság egy jó részét foglalkoztatni, körülbelül 1,5 millió emberről van szó, akiket állami foglalkoztatás keretében kellene foglalkoztatni. Ráadásul itt az egyéni érdek, a magánérdek, a közösségi élet, érdek, a település érdek, az állam érdek is itt találkozik. Nem tudom, hogy ezt miért nem lehetne sokkal jobban összehangolni. Ugye többen vagyunk, itt most körbenézem, Észak-Magyarországról, államtitkár úr is onnét származik, ugye Borsod, Nógrád, Heves megye. Itt Észak-Magyarországon 28 kistérség van. Ebből gyakorlatilag 17 a leghátrányosabb helyzetű kistérség közé tartozik.
Kérdezem azt, pontosabban 12, kérdezem azt, hogy ezeknek a kistérségeknek milyen lehetőségük van a kitörésre. Ha megnézem, ezekben a kistérségekben gyakorlatilag komoly gondot, komoly problémát jelent gyakorlatilag a képzettség, a végzettség, az életkor is rövidebb, munkahely hiányában kitörés nincs, ezek az emberek nem mobilak, strukturális problémák vannak, a munkaerőpiac és az oktatás sokkal jobban össze kellene hangolnunk, és alacsony képzettségűeket felszívó ágazatok és vállalkozási formák alulfejlettsége van. Jó volt hallani Comba államtitkár urat, amikor a vállalkozókról beszélt, de gyakorlatilag ezt konkrétan nem látjuk. Ráadásul nem érvényesül az egyenlő elbánás a különböző rétegek között, akár a csökkent munkaképességűek érvényesülésének lehetősége, akár az idősek, nők, sőt a cigányság esetében ezt is ki kell mondani. Nagy létszámú társadalmi csoportok örökletes, végzetes leszakadásának vagyunk tanúi. És álságos az a megfogalmazás, ami most itt a vitában elhangzott, hogy ugye nem tudnak fölvenni sokan munkaerőt. Egy mondat nem hangzott el, ez a mondat pedig úgy hangzik, hogy azért azt a munkaerőt meg is kellene fizetni, és sok esetben azért nem megy oda, mert nincs megfizetve, nincs megbecsülve az érintett. Tehát az oktatásnak van egy egymásra épültsége, ez kimarad. Deklarációk, megnyilatkozások szintén, ez nagyon jól hangzik. De gyakorlatilag fölteszem a kérdést, az óvodáztatásban mennyire haladunk előre a különböző intézkedések során? Az említett 12 kistérségben ez rendkívül komoly probléma, mert ezek a gyerekek sok esetben mondjuk 5 éves korban kezdik a óvodát. Majd utána bekerülnek az általános iskolában. Az általános iskolában is komoly problémákkal küzdködnek ezek a gyerekek. Majd bekerülnek a szakképzésben, ha bekerülnek. Jelentős a lemorzsolódás már, ugye, meg túlkorosok az általános iskolában, de bekerülnek a szakképzésben, ott is komoly problémák vannak, agresszivitás egyéb, és ezért sem értem, hogy a képzéssel, az oktatással, a szakképzéssel nem foglalkozik súlyának megfelelően ez a program. Én ezt egy súlyos hibának, súlyos problémának tartom, tehát korábbi időszakban mondjuk a dolgozók általános iskolájának volt mondjuk jelentősége. Úgy gondolom, hogy ezt is érdemes lenne végig gondolni, hogy legalább általános iskolai végzettséggel rendelkezzenek emberek. Akik pedig elvégezték az általános iskolát, szakmához jussanak, és a mi időszakunkban, az előző kormányzat időszakában mi erre törekedtünk, gyakorlatilag ez megszakad. Én ezt egy súlyos problémának, súlyos hiányosságnak tartom. És ide kapcsolódik ezzel összefüggésben, hogy meg kell tanítani ezeket az embereket gyakorlatilag egy modern életvitelre, és akiknél az alapok hiányoznak, ez komoly gond, komoly probléma. Ráadásul kimarad ebből a gondolkodásból, hogy a szegénység, az iskolázatlanság, a munkanélküliség, az kézenfogva jár egymással. És úgy gondolom, hogy ezeket együtt kellene kezelni, nem csupán fiskális kérdésként, nem csupán rendszabályozási kérdésként kellene ezt megközelíteni. És itt szeretném azt is szóba hozni, hogy elindult az előző időszakban a közösségi célú foglalkoztatás. Ezt tovább kellene vinni. A mi időszakunkban a szociális szövetkezet kérdéskör is felvetődött, és gyakorlatilag ezt ki kellene fejleszteni. Túri Kovács úr itt a szociális földprogramot megfogalmazta. Én fölvetem, hogy a földprogramon túl számos olyan munkaforma, életforma, szociális és egyéb lehetőség van, ahol egy kis faluban munkát lehetne biztosítani. Gyakorlatilag, hogy az önkormányzatok itt ennek az ügynek a perifériára kerülnek, és gyakorlatilag centralizáljuk ezt a rendszert, és a korábbi önkormányzati munkaügyi központok, a helyi ismeretrendszere felborítjuk egy centrális rendszerrel, gyakorlatilag azt vesszük el, ami az elmúlt 20 esztendőnek egy nagy vívmánya, az önkormányzatiság, gyakorlatilag már kiürítjük az önkormányzatokat, lassan már nem kapnak feladatokat, ez is lehetne egy olyan feladat, ha erre megteremtjük az eszközöket, a lehetőségeket. Én ezt egy súlyos problémának és egy súlyos hiányosságnak tartom. Érdemesnek tartanám ezeket a kérdéseket végig gondolni. Gyakorlatilag figyelmeztetőnek kellene lenni annak,
hogy az önök polgármesterei, egyéni képviselői is felvetették januárban, hogy mekkora gondot jelentett az, hogy gyakorlatilag egy új formát alakítottak ki a 4 órás foglalkoztatással, ez lett a domináns. Karácsony után mondjuk egy nagyobb városban